2012. augusztusában Strasbourgban megszületett az elsőfokú ítélet, amelyben Szerbiát arra kötelezték, hogy a NATO légicsapások idejére fizesse ki a háborús napi díjat minden akkor szolgálatban lévő katonának. Szerbia 3 hónapot kapott a fellebbezésre. Élt is ezzel a jogával, kérte, hogy indítsák újra az eljárást és vegyék figyelembe azokat a bizonyítékokat, amelyeket az elsőfokú határozat meghozata előtt Szerbia nem nyújtott be. Ezt Strasbourg elutasította, a fellebbezést viszont elfogadta. Veliko vijeće do 28. ovog mjeseca treba da donese odluku konačnu. Znači 28. ovoga mjeseca ta presuda biće konačna. Amennyiben olyan döntés születik, hogy Szerbiának ki kell fizetnie a napi díjakat, erre 6 hónapja lesz. Az emberek csak pénzbeli juttatást fogadnak el. Az országnak ez nagy terhet jelentene, ezért a 3 részletben történő kifizetést tudnák biztosítani. A veteránok most még átnyújthatják kérelmüket, például a háborús veteránharcosok szövetségéhez. Tu se ispunjavala pristupnica udruženju i plaćala se članarina 300 dinara. Na nivou, znači to je bila godišnja članarina, tako je i ove godine. Az átlagos napi díj 2600 dinár. Becslések szerint a kiosztott pénznek 70%-a visszakerülne az állami kasszába, mivel az emberek túladósodtak a bankok felé, az árammal és a gázzal is.